Egy hete érkeztünk Japánba, jártunk Tokióban, barátokat látogattunk Odavarában, etettünk szarvasokat Narában, elvonatoztunk Hiroshimába és az ahhoz közeli Itsukushima szigetre. Erről szóltak a vlog előző részei. Nem sokára tovább megyünk a tajvani Taipeibe, de előtte van még majd másfél napunk, így vonattal indulunk Kyotóba, ez pedig a most következő vlog témája. Ez tehát az utolsó reggelünk ezen a szálláson, ahogy ígértem, megmutatom belülről is. A hálószoba rendkívül egyszerű, két ágy és egy hősugárzó. Errefelé a japán otthonokban nem igazán van fűtés, nem egyszerűek a telek. A ház kétszintes, fent három lakószoba és fürdőszoba WC van. Lent egy konyha, fürdőszoba és egy kb. Klasszikus modernkori japán nappali. A házba természetesen senki sem lép be cipőben, rögtön a bejáratnál papucsot húz az ember. Az ajtón kilépve pedig ez a látvány, ez az, amivel nem tudok betelni, akárhányszor lépek ki. Persze sokat hozzátesz az egészhez, hogy nagyon-nagyon szép napsütéses napunk van. Egyébként ez az utolsó erre a hétre. A napsütéses napokból legalábbis. Még két napot vagyunk Japánban, utána elmegyünk. Megyünk tovább egészen pontosan. Úgy sétálunk a vasútállomás felé, mint már annyiszor ez alatt a hét alatt, ilyen kis házakat látunk, és ilyenek között, előtt, mögött megyünk el. Ez egy klasszikus japán kisváros, de igazából akármerre megyünk, akkor ehhez hasonló épületeket és hangulatokat találunk mindenfelé. Utána az állomás felé gondoltam, hogy mutatok egy-két dolgot. Ez az egyik, ez a JR Pass, ez egy vonatbérlet. Japánban nagyon-nagyon drága a vonatozás. Leginkább akkor, hogyha az ember Shinkansen-nel megy, tehát a Super Express-ekkel megy. Ez horribilis összeg. Tehát például egy út mondjuk Tokióból Kyotóba, az akár olyan 35-36 ezer forintba is kerülhet. Így aztán nem nehéz kiszámolni, hogy egy 7 napra érvényes bérlet 75 ezer forintért bőven megéri. Pláne, hogy nem csak a Super Express-ekre, de minden más helyközi, sőt városon belüli JR vonatra érvényes. De amúgy még a Japán Vasúttársaság által üzemeltetett kompokra is jó. Van egy olyan Super Express, amire nem jó a JR Pass, ez a Nozomi. Ennek igazából semmi kézzelfogható oka nincs, vagy ezt az okot inkább a múltban lehet keresni. Régen ez volt a Super Express, ez volt a legdrágább, a leggyorsabb, a legfelkapottabb. És hát egyértelműen nem a gaijinok, nem az idegenek voltak a célközönsége, ezért nem vették bele ebbe a kínálatba. Hopp, el is dobtam. Hú, az rossz lenne, hogyha eldobnám. Egyébként volt olyan, aki a nyakában tartotta, hallottam ilyen történetet, és Narában a szarvasok letépték róla és megették. Az elég kellemetlen lehetett, mert nem lehet pótolni. Amúgy. A másik, amit szerettem volna megmutatni, az, hogy nincs járda. Nagyon sok helyen nincs járda. Felfestik egy ilyen szaggatott vonallal a jelképes járdát. De nem hallottam még olyat, hogy akárkit is elsodortak volna az autósok. Tehát nagyon odafigyelnek. Kicsit kijebb megyek, nézzétek csak. Kicsit kijebb mentem, és most ki fog kerülni, jön egy busz, vagy nem is tudom minek, nem egy ilyen. Aha, egy kis teherautó. Hát ezek szépen elmennek mellettem, és hát nagyon vigyáznak arra, hogy ne üssenek el. Lehet, hogy okosabb lenne szembe menni a forgalomban, és akkor én is látnám, hogy mi jön. De hát mindegy, most már átjöttem erre az oldalra. Még egy érdekesség, ugye útbelsik az állomás felé ez a 7-Eleven. Megvettem a szokásos kis reggelimet, az onigirit. Ugye ez az, amit egy korábbi videóban már megmutattam, hogy hogyan kell kibontani. Nagyon jó pofa. Egy másik érdekességet akartam még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ha megnézitek, van rajta egy 7-Eleven matrica. Ezt a pénztárnál ragasztják rá, miután kifizettem az onigirit, mind a 300 forintot, ezért a rizsgombócért, azért, hogy be tudjak vele menni más helyekre, és én nagyon sok helyen árulnak ilyet. És ráragasztanak egy ilyen matricát, akkor látszik, hogy ezt már kifizettem, valahol máshol megvettem. Japánban nem nagyon illik kajával a kézben sétálgatni az utcán. Az, hogyha valaki megáll egy helyen,
és megeszik mondjuk egy bármit, az rendben van. De az, hogy fogad a szendvicsedet, vagy a rizsgombócodat, és elindulsz, és ezzel sétálgatsz emberek között, ezt nem szeretik, ezt nem tartják udvariasnak. Ez alól természetesen kivétel az olyan street food, amit piacokon árulnak, ami kifejezetten ugye arra szakosodott, hogy megveszed, és elindulsz a kezedben a kajából, akár a következő street foodoshoz, és közben megeszed. De simán az utcán ezt nem nézik jó szemmel. Úgy mondják, hogy zavar másokat, vagy zavarhat másokat, és azért Japánban nagyon odafigyelnek arra, hogy a másikat ne zavarják. Ezért ez egy nagyon-nagyon jó kis ország. Nincs itt a vasutas, akinek meg tudom mutatni, ezért van egy ilyen, ezt megnyomom. És mindjárt jelentkezik egy néni. Arigátó gozaimasz! Hát nem volt ott. Nem volt ott a vasutas, akinek meg tudtam volna mutatni a JR Pass-omat. Ilyenkor van egy kis gomb, megnyomom, egy kamerán keresztül meg tudom mutatni, és már ki is nyitják a kaput, és mehetek tovább. Egyébként itt van a kapu, de hogyha mégis így próbálik meg át sétálni, akkor elkezd hangosan víjogni, és becsapódik. Tudom, mert próbáltam, és nagyon kínos. Hogyha Japánban valaki felszáll egy vonatra, akkor azt tapasztalja, hogy az emberek nagyon-nagyon halkak, nem igazán beszélgetnek még másról, még akkor sem, hogyha netán ismerősek ülnek egymás mellett. Az, hogy valaki hangosan beszél, az nagyon udvariatlan. Sőt, gyakran meg szokták arra is kérni hangos bemondón keresztül az embereket, és halkítsák le a mobiltelefonokat. Japánban vonattal közlekedni több szempontból is felér egy extrém sporttal. Gyakran akár 3-4 átszállással lehet eljutni oda, ahova menni akarunk. És egy-egy átszállás között alig néhány percünk van, hogy elérjük a következő vonatot. Egy zsúfolt állomáson eljutni egyik perrontól a másikig pedig nem egyszerű. Mégsem ez a meglepő, hanem az, hogy a feladat igazából simán teljesíthető. Kis nehezítés, az előbb valaki rosszul lett a vonaton, 2 percet késtünk, ez nem szokott előfordulni Japánba. De azt hiszem, nem hat, 4 percünk van, hogy átérjünk, mutatom, hogy áll. Osaka Loop Line, ott van fönt, 3-as. Arra vegyünk tovább. De nem, itt van. Ez self-exit. Ott van a 3-as. Ez kicsit szerencsétlenül csináltuk. Tizenegy óra 25. Igen, most van 25, tehát ez most el ide beszélni. És ezzel megyünk Oszakáig. Még egyet fussunk. Tehát ennyi. Elég izgalmas, nem? És ezt még 3-szor meg kell csinálni. De meg lehet csinálni. A vonattal közlekedésnél könnyítés, hogy folyamatosan bemondják, hogy merre járunk, milyen állomás következik. Vagyis ha tudjuk, hogy melyik állomásnál szállunk le, és egy kicsit figyelünk, akkor nem lehet baj. Figyeljétek, a következő állomás Sakuranomiya lesz. Segíthet, ha még 2 szót megtanulunk, Hidari és Migi, vagyis bal és jobb, ugyanis azt mindig bemondják, hogy melyik oldalon kell leszállni. Ha pedig nagyobb városok felé tartó vonaton utazunk, a legtöbbször angolul is bemondják a szükséges információkat. A vonatok közti átszállás és egyáltalán a közlekedés csak úgy működhet, hogy a japán emberek rendkívül fegyelmezettek. Sorban állnak, elengedik a többieket. Az ülőhelyekért, azért, hogy valaki előbb szálljon be, nincs könyökharc, de legalábbis nem jellemző. A helyi vonatokkal végül eljutunk Oszakába, innen megyünk Kyotóba Shinkansennel.
Ez időben nem túl hosszú, arra pontosan elég, hogy megmutassam, milyen ez az egész. Ennyi volt a jegyellenőrzés. Itt azért már lényegesen kevesebben vannak, ott jön be egy Shinkansen, nézzétek. Az állomásokon rengeteg ilyen bolt van, bentót árulnak, vagyis dobozokat benne mindenféle ételekkel. A japánok nem a rántott húsos szendvicset viszik a vonatra, hanem a különböző bentókat. Én egy sushi válogatás mellett döntöttem. A csomagolás kifejezetten elegáns, de ez itt egy általános dolog. This is the Kodama Super Express bound for Tokyo. A Shinkansenek rendkívül kényelmesek, ez amúgy a másodosztály. Bőven van hely és minden ülésnél van konnektor, lehet telefon tölteni. A vizes blokk se semmi, megmutatom. Vannak például elfüggönyözhető helyek, ahol az ember kissé rendbe szedheti magát. Ez pedig a WC. Ez a WC. Így néz ki, tiszta. Ide van egy kis ülőké, ide be lehet tenni egy kisgyereket, hogyha az ember magával hozta. Itt van WC papír. Itt van egy olyan kis kendő, amivel meg lehet tisztítani, amivel fertőtleníteni lehet a WC ülőkét. Ez pedig az egyéb funkciós panel, ezzel az egy bidé funkció, tehát kicsit meg lehet mosni az alfelünket. Ez spré, ezzel be lehet állítani a víznek a nyomását, ezzel elindul a víz, ezzel pedig el lehet állítani a vizet. Hogyha akármi probléma van, az ember rosszul lesz, valami történik, baleset éri, akkor ezzel viszont lehet segítséget kérni. Ez egy ilyen kis kapu, amivel megakadályozza azt, hogy az ember direkt vagy véletlenül a sinekre essen. Megérkeztünk Kyotóba, ez a vége ennek a videónak, most egy kicsit szétnézzünk a városban, természetesen arról is fogok készíteni egy videót, hamarosan feltöltöm. Sziasztok! Mielőtt tovább repülnénk Tajvanra, Kyoto az utolsó állomásunk Japánban. Megyünk bambuszerdőben, megnézzük a város leghíresebb street food utcáját, szentélyeket, templomokat, és benézzünk a híres Geisha negyedbe is. Mindez a vlog következő részében.